Szerencsésen földet ért az aranygép, amely a magyar sportolókat hozta haza a párizsi olimpiáról. De az ötkarikás játékokon résztvevő sportolóinknak ezzel még nem ért véget a nap. Ezzel folytatja Környei Bence. Így van, most már ott vannak a sportolóink a Puskás Aréna melletti szoborparkban, úgyhogy nem sokára kapcsolunk is majd a helyszínre, de az érkezés előtt néhány szó az indulásról, mert hogy az sem volt mindennapi, nagyjából 14 óra magasságában szállt fel Párizsból az aranygép, a repülőt vezető pilóta pedig külön köszöntötte a Magyar Olimpiai Csapatot, amit a Magyar Olimpiai Bizottság közösségi oldalára feltöltött videónak köszönhetően meg is tudunk mutatni önöknek. Kérem, engedjétek meg, hogy a mai járat személyzetének és minden magyar nevében hadd tolmácsoljam tiszta szívből jövő gratulációnkat és köszönetünket a hihetetlen teljesítményetekért és eredményétekért, amiket a magyar színekben születtek itt az olimpián. Hatalmas büszkeség és megtiszteltetés. És ezáltal kicsit részességé válni ennek a szenzációs sikernek, amit elértetek. Hamarosan megtettetjük utunkat Budapest irányával. És ma délután 3:30 tájában biztonságosan landolt is a Liszt Ferenc nemzetközi repülőtéren a magyar olimpiai csapatot hazaszállító aranygép. Ezen a járaton érkezett többek között Gulyás Michel és Kós Hubert olimpiai bajnok öttusázó, illetve úszó. Ők lengették a leszálláskor a pilóta fülkében a magyar zászlót, de többek között a női és a férfi vízilabda válogatott, vagy éppen Márton Viviana olimpiai bajnok tékvándós is ezzel a géppel jött haza. A párizsi olimpikonok ezután a Puskás Aréna melletti szoborpark felé vették az irányt, ahol a szurkolókkal közösen ünnepelnek ezekben a percekben is.